mondta a róla. Hosszú, széles árok volt az erdő szélén, odaállt a róla az árok partján. A rendezvényt a kihelyezett kispiaci általános iskola tantermében szervezték meg. Az idén 33 szavaló vett részt a megmérettetésen, és nem csak kispiacról, hanem a Magyar Kanizsai Általános Iskolából is érkeztek kisdiákok. A gyerekeknek a meséket átéléssel, ízesen kellett elmondaniuk, ahogy azt régen is tették. Gazdag Zsófia Magyar Kanizsáról érkezett. Az a cím, hogy az öreg halász és a nagyra vágyó felesége, és egy halász, aki kifogott egy pontyot, és van neki sok kívánsága, és a felesége minél nagyobb dolgokat szeretne kívánni. A gyerekeket az óvó és tanítónők készítették fel, és a verseny kiírása szerint egy népmesét kellett elmondaniuk, amely maximum 3 percig tarthatott. A rendezvény célja a mesék népszerűsítése a gyerekek körében, valamint azok tanító jellegének bemutatása. Főképpen az alsós korosztály az, aki leginkább érdeklődik a versenyeink iránt, mert nem csak mesemondó versenyünk van, hanem prózamondó versenyünk is és szavaló versenyünk is, és mindig nagyon tömegesek voltak ezek a versenyek. A zsűri az iskola pedagógusaiból állt, akiknek nem volt könnyű dolguk, hisz a gyerekek nagyszerű felkészültségről tettek tanúbizonyságot. Egyszer nagyszer támadt, és levitte a ház tetejét.